Esze Tamás éveken át sóval kereskedett. Majd a sótisztekkel történt összeütközése után Kis Alberttel együtt a bujdosó jobbágyok és kisnemesek a szegénylegények szervezkedését irányította. 1703-ban követségbe ment Lengyelországba II. Rákóczi Ferenchez, hogy a felkelés vezetésére megnyerje. A határon találkozott a fejedelemmel, aki kinevezte őt kapitánnyá, és vele küldte Magyarországra felkelésre szólító kiáltványát. Esze Tamás a köznép hőse lett. Alakja és szellemisége átjárja Tarpa nagyközség mindennapjait, fogalmazott az ünnepségen résztvevő Nagy István, agrárminiszter. Az emberi életnek a legalapvetőbb, legmélyebb érzése, amit csak ideiglenesen lehet elfolytani, de véglegesen soha, ez pedig a szabadság. A szabadság iránti vágy. És ezért az ember mindenre képes. És hogyha végignézzük a történelmet, ez a mi vidékünk, itt, ahol élünk, mennyit kellett küzdenie ezért a szabadságért. Viszont ez a küzdelem mennyi nemes lelket faragott, mennyi értéket tett le, mennyi példát mutatott számunkra, amelyből ma is merítkezünk. Mert higgyük el, a történelem nem állt meg. Nem csak a tankönyvek lapjain van. Ma is éljük. Ma is minden nap. És ezekből a tanúságokból kell nekünk erőt meríteni, eleink tetteiből kell erőt meríteni. Tilki Attila országgyűlési képviselő a Rákóczi Szabadságharc üzenetét idézte fel. Én arról beszéltek, milyen jó érzés olyan választókerület képviselőjének lenni, ahol a Rákóczi Szabadságharc bölcsője is volt többek között. Mert az üzenete a Rákóczi Szabadságharcnak a cum deo pro patria et libertate, az Istennel, a hazáért és a szabadságért, ez egy olyan iránytű, ami mindannyiunk számára. Legyünk, dolgozzunk az élet bármelyik területén, vagy legyünk vezetők valahol, vagy akár országgyűlési képviselők és miniszterek. Ez a mondat, ez mindig egy lelki kapaszkodót tud nyújtani számunkra. Szécsi Szabolcs Tarpa polgármestere arról beszélt, mit jelent számukra Kurucnak, mit jelent tarpainak lenni. Azt gondolom, hogy a település szülöttje, amit tett a szabadságharcért, tarpai lakosként, hűségeként, a fejedelem szolgálataként, és amit ezért kapott a település kiváltsági jogot, ezt úgy gondolom mindenkinek kötelessége emlékezni, továbbvinni, és ezt soha nem lehet elfelejteni. Ebben a szellemben kell élni, és ebben a szellemben kell ünnepelni. A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan kilátogattak a rendezvényre.